Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videómban pedig folytatni fogjuk a Happy Game végigjátszási sorozatunkat. Ez már a nagyon-nagyon sokadik rész. Hogyha esetleg valakinek kimaradt volna valamelyik, mindenféleképpen pótolja be. Ott hagytuk ugye abba, hogy belecsöppentünk egy újabb rémálomba, ahol bizony a srácnak a kiskutyája után megyünk, de sajnálatos módon elkapták ezek a furcsa lények, és hogyha ide felmegyünk, haver, mondom, ide felmegyünk, akkor láthatjuk, hogy kínozzák szegény kiskutyát, és valahogy nekünk meg kéne menteni őt. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan, ugyanis, hogyha lemegyek, akkor egyszerűen nem tudok tovább menni, mivel elkezdenek felém szaladni. Na de őket nem tudom... Hoppá, hoppá, arrébb tudom rakni? Na mi van veled, most már nem akkor az arcotok? De várjatok már! Miért nem mozdul meg a kiskutyánk? Kérlek szépen, mondjátok, hogy még életben van. Na de a kisrác baromira belelkesedett. Ne csináld! Neki kellett adnom. Aha, hát mi mást is várnánk ettől a játéktól. Ketté. Szakítottuk. És a feje ránk ragadt. Nem már. Az első rémálmunkban, nem, a második rémálmunkban volt az ugye, hogy az a mosolygós fej ragadt ránk, most pedig ez a parafej. Ja, lehetséges, hogy itt sikeresen be tudunk olvadni közéjük, és ezért nem kergetnek el minket, aha. És a fej segítségével tudunk tovább haladni. Hogyha nem lenne rajtunk ez a fej, akkor bizony nem tudnánk, de ők mégis merre futnak? Hát mi történik itt? Meg hol van a kutyám? Az előbb ott volt a kutya. Mégis mi lett vele? Ne csináljátok! Ezek ilyen démoni lények és kajakra egy szertartás. Közepébe csöppentünk. Nagyon, de nagyon nem tetszik ez az egész. Mi van akkor, hogyha most idézünk... meg... valamit? Hát de az a kisrác, az én vagyok! Mégis... hogyan jutnak ilyenek bárkinek is az eszébe? Aha, most akkor ezekből a képsorokból megtudhattuk azt, hogy ezek a furcsa lények bizony kannibálok, és megettek minket, aki igazából nem mi voltunk, de végül is mi voltunk, csak értitek, de hát majdnem elfogyasztották teljesen, és mennyire sokkoló lehet látnia a saját holttestét, úgymond. Na de akkor sem tudhattuk még meg, hogy mégis mi van a kutyával! Itt van! Kutya! Megérkeztem! Vigyázok rá továbbra is, mint eddig! Na, hol van? Kijuthatnánk már igazán innen, és akkor láthatnánk a kutyánkat. Hát szia! Hiányoztál, főnök! Egyen meg! A történtek után is milyen lelkes és mennyire játékos kedvében van. Hát szevasz! Na de várjatok már! Ezek mégis mikit? El is kezdett itt a kutyánk ásni. A játék mentett is, ami valljuk be, semmi jót nem jelent. Aha, és nem tudok én tovább haladni, szóval ezekkel kell kezdenünk valamit. Na de várjatok csak, bízzátok csak ide a mesterre. Ötletem sincs egyébként, hogy mégis mit kell csinálni, de megoldjuk. Ezeket a cuccokat lehet mozgatni. Nem lehetséges, hogy akkor ezeket így egymásra kéne rakosgatni, és hoppá, hoppá! Kezd kirajzolódni egy fej, szóval most gondolom, hogy ezt a kisebbet kéne ide raknunk. Aha, és már bizony egyre
jobban látszódik ez a fej, és akkor most a tetejére jön ez a kicsi talán? Ott is van, de leesik róla. Az pedig probléma, na de ez a kő talán? Aha, ez itt sokkal, de sokkal jobb. És most kéne nekünk ez a... Haver! Ne csináljátok már, hogy ez ilyen ügyességi téma lesz. Jó lesz ez, és megoldjuk. Csak hinni kell magunkban, az a kulcs. Nem most, azaz. Már éppen panaszkodni akartam, hogy miért nem lett nagyobb a szeme. Na és akkor ráhelyezzük az utolsó követ. Hát figyeljetek! Azaz, ott maradtak. De most nézem egyébként, hogy mégis mik ezek a fejjel lefele fák ott a háttérben. Hát hova kerültünk? Vedd már az öletbe a kutyádat! Nehogy baj essen! Mit láthat vajon a srác ott fent? Szerintem nem szeretnénk mi azt látni. De most a kutyánk nem is fél, hanem inkább be van lelkesedve! Nehogy elkapjon minket valamelyik fa! Hát fussatok! Te kutyánk bizony elindult előre, szóval szerintem akkor menjünk mi utána. Annyira, de annyira beteg ez az egész. Kajakra az égből jönnek le a fák. És ott a háttérben már vér van, meg minden. Már nem azért, de ez a hang mégis micsoda. Nem lehetséges, hogy ez valakiknek a segélykiáltás, a kiskutyám! Mi lett veled? Ne csináljátok! Mint hogyha ennek az egész dimenziónak az aljára került volna, és mintha teljesen máshol lenne már, mint én. Kis kutya! Hova tűntél? Én itt vagyok. Ne csináljátok. Mégis mik vannak ott lent? Hogyha így lefordítom magamat, nem tudunk megfordulni, nem? De mégis hogyan juthatunk mi oda? Hát van egy olyan érzésem, hogy bizony hamarosan meg fogjuk tudni. Nem tudom itt mozgatni ezeket a kezeket? Nem, de nem tudok én bemenni ebbe a vízbe, de hát jön egy szörny. Mennyivel nagyobb ez, mint én? De mégis hogyan menjünk tovább? Ez nagyon, de nagyon jó kérdés, de ezt most így el tudtam kapni. És akkor lehetséges, hogy ez a lény bizony kézzel együtt felemel minket! Nem már! És le tudjuk venni a fejét? Ez nekünk miért jó? Adjam oda neki? Kezdek parázni! Most nem azért! Mivel kéne most vajon interaktálnom? A fejét már nem tudom mozgatni. A kisrácot így tudom mozgatni egy kicsit. De ezzel szerintem nem sok mindenre megyünk. Nem lehetséges, hogy ezt a kezet valahogy oda kéne adnom neki? Óvatosan, szép lassan, de másik irányba kéne, várjál csak. Nagyon óvatosan, nem is, hanem így. Szép finoman, de nem! Ennek a tagnak a másik kezét nem tudom mozgatni. Ja, várjatok már! Hát ki tudom húzni ezeket a valamiket? Az lehetséges, hogy meg kellett volna tartanunk, ugyanis azok mi voltunk.
Hát ismételten. Ki tudom húzni magunkat onnan? De ezt hova rakjam? Kisrác, fogd már meg! Most nézem, hogy folyamatosan csökkennek ezek. Hát akkor gondolom, hogy ki kell húzni az összeset. Na, már nem is bírom? Ha-ho, dehogy nem bírom. Mégis mi baj lehet ebből? És akkor az utolsót? Na de most? Mi van akkor, hogyha közel rakom a srácot, és bizony nagyon, de nagyon örült ennek. Bármi is történt, ne csináljátok, mennyi holttest van itt? És akkor konkrétan a saját rémámomban lévő holttesteimen ugrálok. Á, kicsit sem beteg eskü! És milyen jó kis tükörképünk van ott. Az eddig is ott volt? Na várjatok, csak ezek itt mégis mik? És minthogyha egyre sötétedne az egész pálya, hogy egyre beljebb jövök ide. Kérlek szépen mondjátok, hogy ez nem valami szertartás helyszín lesz ismételten. Aha. Ez az egész teljesen normális, nyugodjunk meg. Nincsen semmi probléma. És felmászik rá. És pont az a fénycsóva erre jön lefele. Nem már! Eltűnt a fejünk! Hát jól van. Szerintem zárjuk is le most itt ezt a videót. Még mindig. Brutális ez az egész játék, és baromira élvezem. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, és szeretnétek folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Majd hamarosan találkozunk egy következő gameplay videóban. Én Elek Robi vagyok, addig is, szevasztok!